Sziasztok, Jelenek! Robi vagyok, és itt is vagyunk a legeslegújabb videómban. Köszöntök mindenkit nagy szeretettel. A most következő videónkban pedig egy rettentő szexista ember lesz nagy esélye. Ne nézd már rám, egy tanulságos kisfilmet hoztam el nektek csupán a Dharma nevezető csatornáról, amelynek az a címe, hogy a női vízvezeték szerelőt megalázta és kigúnyolta a férfi. Ne legyünk már ennyire előítéletesek, kérem szépen, 2024 van. Csak azért, mert nő, hát nagy eséllyel jobban el fogja végezni a munkáját, mint egy férfi vízvezeték szerelő. Na de azért vagyunk itt, hogy megnézzük, hogy mégis itt mi történt, szóval kezdjünk is bele a történetünkbe. Hogyha egyébként örültök ennek a videónak, akkor mindenféleképpen... Csapassatok rá egy hatalmas nagy lájkot! Janis a csajszi, hogy hívtak a központból, és hallottam, hogy baj van a WC-ddel. A csávó meg egyből, hát de én egy vízvezeték szerelőt hívtam, te pedig nő vagy. Ne legyél már ilyen! Emberem! Hívom is őket, most azonnal. Nem kell hívnod a boltot, ugyanis én vagyok a tulajdonos. A csávó mennyire kellemetlenül érzi magát, de ez sérti az egóját? Vagy miért ilyen, hogy jaj, ő nem tudja megcsinálni a WC-t, bezzeg ez a nő pedig megtudja. Ennek a nőnek ez a hivatása, meg ez a foglalkozása. Hát persze, hogy megtudja. Ne legyél már ennyire előítéletes. És akkor most megbántja, és el is menne a vízvezeték szerelő. Kérlek, meg tudnád csinálni, ugyanis ma fog jönni hozzám egy potenciális vásárló, és jó lenne, hogyha minden rendben lenne a WC-vel. Ma reggel óta nem működik a WC, illetve a házban sem semmi. Tuti, hogy a csávó még egy csomót fog majd bunkózni, mi? Mondja is a hölgy, hogy bizony, ezek a jelek nagy eséllyel egy nagyobb problémát jelenthetnek. Szóval, te azt mondod nekem, hogy itt bizony egy nagyobb probléma van. Én ismerem ezeket a trükköket, csak le akarsz húzni. De fú, miért nem hiszel neki? Hát nagy eséllyel csőtörés lehet valahol. Az egész házadban nincsen víz. Én komolyan mondom ezt, csomószor ezt tapasztalom. És nyomja. Hogy lehetsz ekkora egy barom? Hogy egy férfi talán ezzel át tudna verni? Na de te nem tudsz átverni. De jó ég, hogy léteznek ilyen emberek? Fejezd be! El kell készülnöm, csináld csak a munkádat! Hogy lehetsz vele ennyire tiszteletlen? Bezzeg amúgy, hogyha férfi szerelő lenne, vele egyáltalán nem így bán. Egyből már bemegy, hogy még mindig nem vagy kész, hát mindjárt jönnek a vásárlóim. Megígérem neked, hogy nálam gyorsabban senki nem végezne el ezt a feladatot, és már egyből megint nyomja, hogy jaj, te apuci kicsi lánya vagy, meg minden, tudod, hogy a céget is csak örökölted tőle. Közben pedig feltornázta magát ranglétrán, és minden nagy eséllyel magának köszönhet. És ő tanulta ki ezt a csodálatos szakmát. Na? Kész van? De fú, most pedig egy kicsit kijebb gombolkozott, és már meg is fücsüli. Hogy lehet ennyire, de ennyire? Szexista! Éppen csinálja a munkáját, verejtéket izzadva, erre pedig ő rendesen, mintha egy darab húst nézne, úgy nézegeti. Én szeretem a munkámat, és szeretem, amit csinálok. Én csak azt mondom neked, hogy a férfiak biztos szeretnek nézni téged, és tudja, hogy nagyobb sikereket érnél el egy olyan munkahelyen, ahol bizony kitennéd, amit van, és visszaélnél vele. Miért nem csinálhatná azt, amit ő szeret tiszta szívéből? Hogy lesz ennyire, de ennyire befásult? És miért gondolkozol így? Gyerünk már, ne legyél ennyire érzékeny.
Most már nem dicsérheti meg egy férfi egy nő testét sem. Nem, nem dicsérheti meg. Ez nagyon is bunkóság amúgy, amit művelsz. Szégyeld magad! Mondja is a csajszí, hogy bizony. Ez nagyon para, hogy ezt csinálod. Jaj, én nem dicsérhetlek meg téged azért, mert dögös vagy. Azért hívtad ki, hogy a munkát végezze el? Egy férfit se kezdesz el dicsérgetni, akkor őt miért kezded el? Válaszd már szét, kérlek, a magánéletet meg a munkát. Őt megbíztad egy feladattal, és most ezt látja el? Ne nyomulj már rá, nem egy bárban vagy, vagy valami. Rettentő szomorú amúgy, hogy egy ilyen férfiakkal túlfűtött munkaterületen nőként mennyivel nehezebb érvényesülni. Én nem azért kapom meg a munkákat, mivel egy dekoratív hölgy vagyok, hanem rengeteg munkát tettem ebbe az egészbe, de folyamatosan ilyen szexista megjegyzéseket kapok. Egy kicsikét nem tudnál lenyugodni, és ne legyél ennyire érzelmes. De már megint ezt csinálja? Szégyeld magad nagyon! Ő nem itt hisztizik, hanem kiáll saját magáért, ugyanis folyamatosan nap mint nap ezt tapasztalja. Holott sokkal jobb szakember, mint a férfiak nagy része. És mégis nem szakemberként tekintesz rá, hanem jaj, ő csak egy nő. Mivel lenne kevesebb? Hát rendes, felidegesít amúgy ez a sztori. De az a lényeg, hogy a csajszí kiáll magáért. És bizony, nagyon is helyre teszi az embert, hát persze, hogy helyre teszi. Ott is van. 8 éve már sikeresen. Megy a bizniszem meg minden. Jól van, rendben van, édesem. Édesem! De fú, hogy viselkedhetsz így? Most ne kiabálj velem, azért mivel most a hónapodnak annál a részénél lehetsz. Konkrétan minden sztereotípiát, amit csak lehet, előhúz az emberünk. Fú, de idegesítően van megcsinálva ez a történetünk. Kajakra most ideges lettem amúgy. Na, bizonyíts be nekem azzal, hogy mennyire jó vagy, hogy még mielőtt a vásárlóm jönne, szépen elvégzd a munkádat, és bizony lesz víz, illetve működni fog a WC. Figyelj, nagyjából elvégeztem, amit szerettél volna, de csupán ez egy tapasz volt a hatalmas problémára, és hamarosan ez a probléma is fel fogja ütni a fejét. És megint nem hisz neki. Hát nem is értesz hozzá, ő pedig egy szakember. Miért kérdőjelezed meg a szakembert? Fú, de felidegesít, amikor valaki ezt csinálja. Annyit tapasztaltam már az életem során, hogy valaki elkezd okoskodni egy szakértőnek, szakembernek. Hogy mégpedig neki hogy kéne csinálnia. Hát bízzuk már a szakértőkre a feladatokat. Ha pedig ennyire értesz hozzá, akkor ne hívj ki senkit, hanem csináld meg magadnak, uram. Na, fizesd ki szépen. De fú, miért vagy vele ennyire lekezelő? Szégyeld magad. Nagyon remélem, hogy a karma vissza fogja adni ezt az egészet. És tudjátok, mindjárt jön hatalmas nagy fordulat, hogy bizony ez a hölgy ismeri a szerelőt, vagy valami. Annyira nevetnék akkor. Ez az otthon jobban néz ki, mint képeken. Mégis, miért hazudtam volna neked? Hoppá, hoppá! Ismeri a szerelőt, ráadásul! Ne! Itt is van a fordulatunk! A szerelőnek az édesanyja, a hölgy, aki bizony meg akarja vásárolni ezt az otthont. Mégis, miért nem mondtad, ugyanis jöttem volna veled. Egy csettintésre pedig már meg is változott az emberünk véleménye, és fel is húzta magára az állarcot, ugyanis nyomatja, hogy a lánya a legeslegjobb vízvezeték szerelő az egész városban. Kérlek, alássan, eddig akkor miért nem ezt mondtad? És eddig miért kötekedtél vele? Hogyha tiszta szívedből így gondolod. A lányod rettentően jól végezte el a munkáját. Hát bizony, ezt a házat nem fogják megvenni, ugyanis nagyon is problémák vannak a vízvezetékrendszerrel, és csupán egy ideglenes megoldást tudott intézni a csajszí.
Tudod mit? Ez nagyon vicces, ugyanis pár perccel ezelőtt azt mondta ez a férfi, hogy én túlságosan szép vagyok ahhoz, hogy egy vízvezetékszerelő legyek. Azaz, nagyon is be fog neki olvasni! És nem fogod tudni eladni majd a házat. Hát én csak vicceltem. Aha, vicceltél csak mi? Szóval... azzal is vicceltél, hogy nem tudom olyan jól elvégezni a munkámat, mint egy férfi? Vagy pedig, amikor bámultad a melleimet? Hát én bizony, nem mondtam azokat sem komolyan, csupán mókáztam veled, tudod? Ennél rosszabb kifogást nem is mondhatnál. Figyelj anya, ne vedd meg ezt a házat, ugyanis óriási probléma van a vízvezeték rendszerrel, amelyet körülbelül 10 millió lenne megjavítani. Komolyan? Hát de te erről nem is tájékoztattál engem. Hát persze, hogy nem tájékoztatta őt a férfi, mivel szerette volna átverni, és bizony, minél több pénzt keresni ezen az adásvételen. Na most már nem akkora az arcod, mi? Hát persze, hogy nem akkora. Hát, hogyha úgy végzed a munkádat, mint ahogy a lányommal bánsz, akkor én nem veszek tőled semmit sem. Ne, kérlek, megmagyarázom. Ez tényleg nem hangzott jól. Nagyon is már folyat a WC, amelyet most csinált meg csupán ideglenesen a Csajci. Hát eddig tartott. Ennek bizony olyan hangja van, hogy ez többbe fog kerülni, mint 10 millió. Hát a karma nagyon is visszaütött. Ezért is kell szépen bánni a hölgyekkel. És bizony, mindenkit egyenlőnek tekinteni ezen a világon. Meg hát persze tisztességesen elvégezni a munkádat, és nem átverni senkit sem. Ez is lett volna ennek a videónak az üzenete. Remélem, hogy bejött nektek ez az egész, hogyha igen, akkor mindenféleképpen csapassatok rá egy hatalmas nagy lájkot, ott van minden lent a leírásban a gameplay csatornámmal együtt, kérlek oda is iratkozzatok fel, én Elek Robi vagyok, majd hamarosan találkozunk, addig is, szevasztok!